A Makói Általános Iskola szervezésében elsőként a Bartók, majd a Calvin, az Almási, legutóbb pedig a Kertvárosi iskolákban tartottak várjátékot. Az interaktív nyílt nap célja a szórakozás mellett az volt, hogy az óvisok iskolaválasztás előtt megismerkedjenek az intézményekkel. Az egyes tagiskolák más-más témaköré csoportosították a várjátékokat. A Bartók iskolában például törpös kalandra várták a gyerekeket, míg a Kertvárosiban a Mikuláshoz kapcsolódó vidám feladatokat kellett megoldani. Volt például szánkóhúzás a tornateremben, ügyességi és elméleti feladatok, amelyeknek kellékei mind a decemberi gyermekünnephez kapcsolódtak. A tanteremben fenyő és hóemberfigurák, az ablakokon hópelyhek díszelektek. A Kertvárosi iskola volt a várjátékok utolsó helyszíne, ezért a 4 hét alatt összegyűjtött várkulcsokért cserébe a gyerekek itt kapták meg ajándékukat, személyesen a Mikulástól.